Az Országos Vízügyi Főigazgatóság asszály monitoring rendszerének jelentései, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezeteinek jelentései alapján hazánk egész területét érinti már a talajok vízhiányos állapota. A felső 50 cm-es réteg az elmúlt napokban tovább száradt, és már szinte az egész országban a kritikus 40 os érték alá csökkent a nedvesség tartalma. Az Alföldön és a Kisalföldön 30 alatti értékek is előfordulnak. Nem jó a helyzet az ország egyik legjelentősebb mezőgazdasági térségében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében sem, ahol a szélsőséges időjárás jelentős problémákat okoz. Idén is, még június közepén belvízvédekezés volt, tehát a működési területünk mintegy felén valamilyen szintű belvíz volt érvényben. Hirtelen hőségnapok keletkeztek, tehát felmelegedett az időjárás júniusban. Ez azt jelenti, hogy 11-17 hőségnap volt csak június hónapban. Ez azt jelenti, hogy 25 fok Celsiusnál magasabb az átlaghőmérséklet, és gyakorlatilag június végére egy erős asszály alakult ki területünkön. Ez a szélsőséges időjárás ugye egy erős asszályt okozott. Van a monitoring rendszerünk, amely ezt folyamatosan figyeli, a száj előrejelzéseket készítünk. Közben a az asszályos időszakokat, száraz időszakokat, rendkívüli csaparékok, zivatarok, égesők követték. Ugye ez a léghőmérséklet hirtelen leüléséből ered, ezt a tudni tudjuk figyelni, és egy ilyen szélsőséges időjárási helyzet alakult ki. Nem csak a mezőgazdaságban van nagy szükség most a vízre, a folyamatos hőség miatt a lakossági ivóvízfogyasztás is jelentősen megnőtt az elmúlt hetekben. A Dunamenti Regionális Vízmű 9 Budapest környéki településen kérte az ivóvíz felhasználás korlátozását. Gödöllőn a város vízfogyasztása a tavaly ilyenkori duplája, és a vízhiány miatt korlátozást rendeltek el Pécelen is. Megyinkben azonban ilyen probléma egyenlőre nincs. Az ivóvíz kitermelés az nálunk döntően felszín alatti vízből, tehát rétegvízkutakból történik. Ezek több száz méter mélyen lévő kutak, szerencsére ezt az időjárás közvetlenül nem befolyásolja. Tehát a mi területünkön, ellentétben ahol a folyókból, tehát parti a folyókból veszik ki az ivóvizet, ez nincs veszélyben. Nálunk ennek a szélsőséges időjárásnak a mezőgazdaság látja kárát, hiszen a nagy rendkívüli hőség ugye a szájt okoz, gondot okoz a mezőgazdaság majd az ezt, ezt követő hirtelen lehűlés, a jégesők pedig elverik a termést, tehát jégkárokat okoznak. És ez a kettősség, ez a változékony időjárás, ez rendkívül megnehezíti a mezőgazdaság munkáját. Bár a jelenlegi előrejelzések szerint a következő napokban szinte folyamatosan várható zápor, zivatar, ez a mennyiségű csapadék valószínűleg csak a talaj felső rétegének állapotát javítja majd. A hirtelen lehulló eső a folyók szintjét is megemeli, így a vízügy szakemberei felkészültek arra, hogy újabb adagpetpalack érkezik majd kelet felől.